Ma sokaknak jár az eszében a varázslás titokzatos területe, hiszen az angolszász országokban ilyenkor bukkannak fel a boszorkányok, a kísérletek és más ijesztő lények. Halloween van, Harry Houdini, a magyar Bűvész, ugye, pedig pontosan ezen a napon halt meg. Hát ez aztán rögtön a híres bűvész legendájának része lett, mármint hogy éppen Halloween napján halt meg. Egy mai bűvész mentalista van most a vonalban, méghozzá Damien White. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, tiszteletem! Houdiniről szerintem mindenki hallott, és ez talán nem véletlen. Minek köszönhető ez? Van erre egy jó példája? Tehát nem véletlen, hogy azt mondják, hogy az egyik legtöbbet emlegetett név Houdini neve, mert marketingben nagyon otthon volt. Állítólag egyszer megcsinálta azt, hogy barátaival, ismerőseivel kávézgatott egy ilyen kávéházban, és egy kisfiú rohant oda hozzájuk, fordítva, hogy úristen, baleset történt, vonatbaleset, stb. Stb. És Houdini állítólag kapott az alkalmon, oda rohant a baleset helyszínére, kicsit megtépázta magát, és befeküdt a romok közé. El akarta hitezni, hogy ő volt az egyetlen túlélő, mint hogyha ő sérthetetlen lenne, ez a nagy Houdini, és állítólag ilyet is megtett a hírnevéért. Most, hogy ez igaz, vagy hogy ez a legenda része, ez megint hozzá kapcsolódhat így a Houdini misztikumhoz, hogy vajon képes volt-e ilyet megtenni. Nem ment ki a divatból, ma is sokan bűvészkednek, ugye? Ön is beleszeretett az illúzió világába. Mostanra egyébként az élete teljesen e körül forog? Igen, a Bűvész Színházat 2012-ben hoztuk létre párommal, őt is beleláncigáltam ebbe a világba, tehát ő se tudott utána szabadulni. Ha valaki arra gondol, tehát hogyha megkérdezünk valakit, hogy bűvész előadás, lehet, hogy az jut eszébe, hogy a fragban, a cilinderben, ugye kint áll a bűvész a színpadon, és akkor kendőkkel, karikákkal, nyuszi a kalapból, stb. Stb. De a bűvészet az eljutott egy olyan szintre, hogy ez a fajta klasszikus bűvészet természetesen még valamennyire létezik, de abszolút modernizálódott, tehát hogyha valaki ellátogat hozzánk így a Bűvész Színház vagy előadásra, nagyon sokszor van az, hogy a nézők utána odajönnek és azt mondják, hogy hát ő nem is gondolta, hogy ez ilyen. Hát köszönjük szépen, és sok lelkes bűvészínast meg jó közönséget kívánunk. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm. Damien White bűvészmentalista és a Bűvész Színház alapítója volt velünk itt a telefonban, a Petőfi Rádióban. Nekem még egyelőre még gyakorolnom kell, ha trükközni szeretnék az interjú alatt. Megpróbáltam egy-két trükköt megcsinálni, ugyanis szerkesztő kolléganőnk Fazek a Gyöngybe behozott egy paklikártyát. Na mindegy, nem ment. De hát ha a petőfisek közt igazi bűvészek is vannak, várjuk a Facebook oldalunkon, ki tud valamilyen trükköt, akár kártyatrükk is lehet. Egyáltalán szeretik, ha elvarázsolják önöket?